A felnőtté válás talán egyik legmeghatározóbb mérföldköve a megfelelő továbbtanulási irány kiválasztása. Ezt számos tényező befolyásolhatja, család, barátok, de igazán jó választás akkor születik, ha a diák saját képességeire és önismeretére alapozva, valamint az adott szakma kívánalmaival összhangban hozza meg a továbbtanulással kapcsolatos döntéseit. Elhatározását azonban senkinek nem kell egyedül meghoznia, hiszen a szülők támogatása mellett több olyan szolgáltatás is van, mely segítséget nyújt. Ilyen lehet Zsolcai István, szakpszichológus is, aki a hétvégén az ifjúsági szintérben beszélgetett ballagó diákokkal. A sikeres pályaválasztásnak azért több oldala is van, amit nem árt megvizsgálni. Az egyik mondjuk az érdeklődés. Ez egy nagyon jelentős tényező lehet a pályaválasztásnál, illetve hogy az érdeklődés vagy az elképzelés összhangban áll-e a képességekkel, az adottságokkal. És ez az a rész, amit már egy szülő mondjuk jobban, reálisabban esetleg föl tud mérni, de ha nem, akkor van arra lehetőség, hogy pályaválasztási tanácsadáson belül akár egy szakember segítségét kikérve ezeket a képességeket reálisan fölmérjék, és annak függvényébe irányítsák a megfelelő vonalra a gyerekeket. Az eseményre az Almás iskola egyik végzőse is eljött, akinek már van konkrét elképzelése a jövőjét illetően. Osztályfőnöke a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium grafikus szakát ajánlotta a 14 éves lány figyelmébe. Imádok rajzolni, és mások szerint elég jól tudok rajzolni, szóval meg könyvborító tervezés is nagyon tetszik, amit a grafikával együtt tudnék alkalmazni, szóval nyomdában szeretnék valahol gondolom dolgozni. A szakpszichológus elmondta, a pályaválasztás előtt álló diákok többsége egyáltalán nem tudja, mi akar lenni. Nekik azt tanácsolja, hogy szakmai orientáltságot és érettségit adó iskolát választanak, melyek elvégzése után még a későbbiekben szakosodhatnak.